Az utcán várakoznak az ügyfelek az EON ügyfélszolgálata előtt hétfő délben Pécsett. Óraállást akarnak leadni a gáz és a villanyáram szolgáltatónál. Muszáj, mámám, dáma 15-e van, határidő van, be kell jelenteni. Bár ez nem kötelező, tudja ez a férfi is, de az a biztos, ha a most leadott fogyasztásmérő állással indul az új árszámítás. Ahogy számolták, mert egyszer már voltam itt, azt mondják, hogy beleférek abba, ami megengedett. De ez a lényeg, az igen, a fontos, igen. Leadja, az a biztos. Igen, az a biztos. És akkor mióta várnak ilyen? Én már egy órája, a többiek még több. Más sem tudta még, hogy belefér-e a kedvezményes sávba. Neki személyes okokból maradt az utolsó napra az ügyintézés. A határ közelben vagyok, de azért jobb, hogyha az ember bejön. És miért az utolsó napra maradt az óra leadás? Hát sajnos a betegségem miatt. Ágyhoz kötött voltam. Volt, aki azért jött, mert ragaszkodik a személyes ügyintézéshez. Én a telefonnal úgy vagyok, hogy egyszerűbb, nem egyszerűbb, de ha van kapcsolat. Tehát a személyes kapcsolat. Igen, az, igen, az sok jobban megértem, mert már nagyon öreg vagyok, az az igazság. Augusztus 15-ig jelenthették be aktuális óraállásukat a fogyasztók. Az új árszámítás hivatalosan augusztus 1-től lépett életbe. Ez szerint áramban 2523 kWh per év fogyasztásig 36 forint marad az ár. Az e feletti fogyasztásnál már 70,1 forint per kWh. Az éjszakai áram 23,1 forint per kWh lesz a fogyasztási korlátig. E felett 62,9 forintot kell fizetni kilovattonként. A hőszivattyúkra továbbra is a kedvezményes H-tarifa vonatkozik, 36 forint per kilovattóra. A földgázfogyasztásnál 1729 köbméterig marad a kedvezményes 102 forint per köbméter. E felett 747 forint per köbméter lesz az új díjszabás. Megmarad viszont a nagycsaládos kedvezmény.